nézzük, ahogy mondtam, távolról közelítve egészen Szegedig eljutva, hogy hol tartunk, és hogy mi az, amit szerintem kellene tenni, és mire áll készen a Mi Hazánk mozgalom. Ugye az előbb azzal kezdtem, hogy Emmanuel Macron, aki velünk ellentétben nem járta végig ezt az utat. Tehát nem egy alföldi pusztán 2000 magyar az egész ország nyilvánosság előtt életre hívott egy mozgalmat, ahogy mi jutottunk be a parlamentbe. Úgyhogy mindenki pontosan tudja, mert itt is vannak, akik ott voltak akkor, hogy senkinek nem fizettünk ezért, senki nem fizetett buszokkal jött oda, hanem a szíve, a hite hozta oda, ami 2018-ban egy óriási csoda volt, hogy még maradt a magyarságban. Ennyi remény, hit a pártpolitika iránt, hiszen annyiszor elárultak minket, annyiszor átvertek minket, legutoljára pont ugye Vona Gáborék 2018-ban, hogy én aznap reggel, amikor Ásotthalmon zászlót bontott ez a mozgalom, én nem voltam abban biztos, valahol egy picit reménykedtem is benne, hogy az életem nem megy ezáltal tönkre, hogy ez a mozgalom megszületik. De nem tudtam elmenekülni, mert olyan sokan jöttek ott össze, hogy azt mondták, hogy menjünk csatába, és menjek elől, mert hát nekem az a feladatom, hogy legelől menjek, törjem az utat. Hát Emmanuel Macronnál nem volt ilyen, ő a Rothschild bankházból egyenesen beült a kedves nyugdíjas pedagógusa fizetéséből végigkampányolva a kampányt, ami nyilvánvalóan nem igaz. Esetleg a Rothschild bankház jobban tudta mondjuk finanszírozni ezt a kampányt, hirtelen ő lett Franciaország elnöke. Na most ez az ember innentől kezdve bármit mond, akkor arra muszáj odafigyelni, nem csak azért, mert Franciaország elnöke, mégiscsak egy nagy hatalom vagy középhatalom, de azért, mert olyan körök állnak mögötte, akik patika mérlegen kiszámítják, hogy neki mit kell mondania. És ő azt mondta most néhány nappal ezelőtt, hogy nem tartja kizártnak, hogy szárazföldi csapatokat, katonákat küldjenek az európai országok Ukrajnába. Ha az oroszok felülkerekednek az ukránok fölött, már pedig jelenleg éppen ott tartunk, hogy úgy néz ki, hogy felülkerekednek az oroszok, amit nagyjából azért lehetett előre sejteni, hogyha valaki tisztában van alapvető tényekkel. Ha csak a politikai berendezkedésre gondolunk, ha a különböző erőforrásokra gondolunk, ha a hadiparra gondolunk és sok egyébre, akkor látszott, hogy előbb-utóbb azért az oroszokat legyőzni, mondjuk Moszkváig begyalogolni nem fognak, vagy ha megindulnak, akkor atomháború lesz, ami elpusztítja a világot. Ezt azért elég könnyű mindenkinek átlátni. És ebben a rendkívül veszélyes helyzetben, mert beszélhetek itt gazdaságpolitikáról, beszélhetünk majd akkumulátorgyárakról, mezőgazdaságról, bármiről, amiről ma fogok majd itt még beszélni, de hát hogyha elpusztítják a planétát, akkor nincs miről beszélnünk, ha ledobják a nukleáris fegyvereket. És azért ez nem játék. És sajnos nem jó hírekkel szolgálhatok ezzel kapcsolatban. Minden nemzetközi fórum esetében, ahol én ott vagyok, majd ezekről fogok egy párat beszélni, hogy ugye hol dolgozom, milyen nemzetközi szervezeteknél. Ugye az Európa Tanácsnak vagyok tagja, az Interparlamentális Unió alelnöke vagyok. Tehát, hogy ezeknél a helyeknél látszik az, hogy a világ vezető politikusai megőrültek. És konkrét példákat fogok mondani, saját tapasztalat. Ezt most nem az RTL Klub, meg nem az M1 mondja. Ezt én mondom, saját személyes első kézből hozom ezeket az információkat. A New Yorki ENSZ központban voltam ugye néhány héttel ezelőtt, és ezek hiteles információk, és nagyon őszintén mondom, hogy nagyon kétségbeejtő. Tehát én magam is egyfajta ilyen válságban vagyok, mert tényleg őszintén aggódom. És azért a Mi Hazánk mozgalom nagy csodákra volt eddig is képes, de hát azért még a világot nem mi irányítjuk. Ott még nem tartunk. Ebben a helyzetben sajnos komolyan kell venni a Macron-féle kijelentéseket. Tegnap esti másik hír, az egyik ukrajnai televízióban, nem tudom, hogy ez kihez jutott el, ugye mi többnyire mi írtunk róla, talán még a Magyar Nemzetben volt ugye most ma egy ilyen hír erről, és talán még az Origón, tehát ilyen Fidesz közeli médium 1-2 beszámolt róla, illetve mi is beszámoltunk róla, a balliberális oldal, az, meg a globalista média az teljesen elhallgatja, hogy egy katonai parancsnok Ukrajnában arról beszélt, tegnap, ha jól tudom, az egyik ukrajnai televízióban, hogy amennyiben Ukrajna elveszíteni a háborút, akkor meg kell támadni Magyarországot, és 20 millió ukránt Magyarországra kell áttelepíteni, mert akkor az oroszok, amennyiben ugye megroppan Ukrajna, akkor minden területükre vagy régiójukra ráteszik a kezüket, és akkor nekik gyakorlatilag Magyarország lesz az új haza, vagy az új hátország, és azt is elemzi, hogy mire megyünk majd 30 ezer katonánkkal, mert nekik lesz 1 millió harcedzett, kiképzett katonájuk a világ legjobb nyugati fegyvereivel felszerelve.
ott azért nem lesz mondjuk 1 millió katonájuk, ha ők veszítenek, tehát ott azért nagyobb lesz akkor a baj, de Magyarországon olyan szinten leépítették a honvédséget az eddigi kormányok 1990 óta, hogy bármennyire is meg lesz rogyva az az ukrán hadsereg, sajnos igaza van ennek az ukrán katonai vezetőnek, jelenleg ez a magyar honvédség nem tudná föltartóztatni az ukrán, még a vercsereget sem. Így aztán meglehetősen riasztóak ezek a kijelentések, olyan, mintha az ukránok a saját veszteségeiket, a saját megszégyenülésüket a harcmezőn, azt úgy akarnák kompenzálni, hogy a náluk gyengébb Magyarországon akarnak majd, vagy magyarokra akarnak lecsapni, ami egyébként nagyon távol áll az én személyes gondolkodásomról is, én azt gondolom a magyarokétól is, de vannak olyan népek, vannak olyan területek, ahol ez máshogy működik. Mi magyarok azért nem ilyenek vagyunk, tehát nehezen tudok, sőt nem is találunk a magyar történelemben ilyenre példát, hogy valaki legyőz minket, és akkor mi legyőzöttként, hogy jobb legyen a lelki világunk, valamelyik gyengébb szomszédunkat megtámadjuk. Tehát ez nem jellemző a magyarokra. Tényleg rendkívül riasztó a fegyveres konfliktusok eszkalációs lehetősége, emellett azonban ugye van egy olyan globalizációs folyamat, amiben viszont nagyon sokan egyetértenek. Ami ellen nem nagyon megy szembe, vagy amivel szembe nem nagyon mennek szembe, ennek a többpólusú világrendnek egyik oldalán sem. Tehát a kínaiak sem nagyon, hát az amerikaiak meg főleg nem. És nézzük, hogy mik ezek a globalizációs veszélyek, amelyek leselkednek ránk magyarokra is. De az egyik például maga a digitalizáció, amit ugye óriási győzelemnek, óriási fejlődésnek állítanak be. Na most én azt gondolom, hogy attól nem fejlettebb a mi világunk, hogy mondjuk van távirányító a tévénkhez. És mondjuk néhány évtized ezelőtt föl kellett állni a fotelból, és át kellett kapcsolni egy másik csatornára. Tehát nem hiszem, hogy ettől lesz jobb valójában az életminőségünk. Nem gondolom azt, hogy mondjuk akár az ókori római birodalomban rosszabb volt az életminőség, amiatt, mert mondjuk nem tudom, műanyag flakonból ihatjuk a vizet. Ő meg még a forrásból itta a vizet. Nem gondolom, hogy ettől jobb a világ. Vannak olyan fejlődések, vannak olyan, a digitalizációnak is van olyan része, ami jó, ami hasznos. Sőt, a robotizációnak is rengeteg hasznos oldala van, rengeteg olyan hasznos következménye van, amit lehet jó célokra használni. Az a baj, hogy azok, akik a politikai döntéseket hozzák, nem a tudományos oldalról beszélek, hanem akik a politikai döntéseket hozzák, és a mögöttük álló pénzemberek, azokat soha nem az érdekelt, hogy nekünk valójában jobb életminőségű életünk legyen. És ez a probléma. És hogy miről beszélek, erre is mondok akkor egy-két példát. Ugye, például kezdjük ugye a készpénzzel. Mi most hónapok óta kampányolunk amellett, hogy őrizzük meg a készpénzt. És milyen indokok, milyen okok késztettek minket erre? Az egyik, hogy az egész Európai Unióban a magyarok fizetik a fizetésük, a jövedelmük legnagyobb hányadát banki szolgáltatásokra. Tehát egy csomó olyan ország van a világon, Európában, Nyugaton is, ahol teljesen ingyenesen pörgetjük az adózott jövedelmünket a számlánkon, ha felvesszük készpénzben azt is. Magyarországon mindenki tudja, hogy ez nem így van. És ennek nagyon egyszerű oka van, mert a jelenlegi kormány, meg az eddigi kormányok is mindig globalista politikát folytattak, mindent megengedtek a bankoknak, különböző okokból. Ugye a balliberálisok azért engedték meg, mert részben a bankok finanszírozták őket, a Fidesz pedig kezdetben azért engedett meg mindent a bankoknak, hogy a rengeteg profitból ő elvegyen, ugye ilyen extra profit adóval, hogy még több pénzt tudjon lenyúlni. Most bocsánat, de egyszerűsítem, sarkítom a dolgokat, hogy ne teljen az idő. Most már annyiban változott a Fidesz motivációja, hogy most már ő maga is beszállt, ugye Mészáros Lőncen többieken keresztül a bankszektorba, tehát ő maga érdekelté vált abban, hogy például a vidéket, mi mégiscsak talán az első olyan párt vagyunk hosszú idő óta, ami egy igazi olyan párt, ami teljes Magyarországot képviseli, még ráadásul a Kárpát-medencei Magyarországot is mondhatom, de én most csak a Trianonban megcsonkított Magyarországról beszélek, és akkor is azt mondom, hogy nem volt eddig olyan parlamenti erő, aki úgy képviselhette volna, vagy annyira hitelesen talán a vidéket, mint ahogy mi képviseltük, ugye a kisgazda párt kimúlása óta. Mert mi nem titkoljuk, és mi büszkék vagyunk rá, hogy mi vidékről indultunk. És hogyha a vidéket nézzük, akkor igen, az egy óriási probléma, hogy a kis településeken sorban bezárják mondjuk az ATM-eket, meg a posta hivatalokat. Az a vidék elsorvasztását okozza. Mi a fejlődés hívei vagyunk, örülünk a digitalizációnak, mindenhol ott vagyunk, minden modern dolgot ismerünk,
De azt gondoljuk, hogy a vidék megtartása az egy létkérdés a magyarság számára. Ha vidéket elveszítjük, akkor végünk. Budapest nem fogja megtartani ezt a nemzetet. És ezért is tartjuk fontosnak, hogy nem csak a készpénz használat legyen kvázi sokkal inkább ingyenes, vagy ne tudjanak a bankok ennyire élősködni a dolgozó magyarokon. Nem csak arról van szó, hogy így lenyúlnak, elvesznek pénzt az adózott pénzünkből, amiért mindenki megdolgozott, hanem van itt egy másik probléma, ugye ez a digitalizáció veszélye, és az maga a megfigyelés. És évek óta beszélünk erről, és mindig azt tapasztalom, hogy nagyon sok ember oda jön az utcán, és akkor azt mondja, hogy de hát őt nem érdeklő, nem politikus, őt nem érdeklő, hogyha megfigyelik, hát neki nincsenek titkai, nagyon sokan ezt mondják. Hát és akkor mi van, ha figyelnek? Ne gondolják, hogy ez ilyen egyszerű. Mondjuk engem egyébként az is zavarna, hogy nem tudom, a hálószobámban ne nézzen be akárki, nem? Tehát most itt a mobiltelefon kameráján keresztül, nem? De itt nem csak erről van szó. Soha nem tudják önök, soha nem tudjátok, én tudom, hogy én mikor kerülök hogy az érdekek elé, és akkor onnantól kezdve fontos, hogy mindent tudjanak rólam. Tehát ugye nyilván az én esetemben ez nyilvánvaló, hogy ez jó, hogyha mindent tudnak rólam. Valószínűleg nem csak Magyarországon, hanem ugye akár a CIA, vagy ha palesztinokról beszélek, akkor Mossad, ha az izraeliekről, akkor majd nem tudom, a palesztinok figyelnek meg, hát nyilván egy politikus parlamenti frakcióvezetőnek ezzel számolni kell. De nehogy azt gondolják, hogy ez csak arról szól, hogy önöknek már nincsen magánélete, mert egyébként nincsen. Csak ugye jelenleg algoritmusok, ha úgy tetszik, akkor a gépek tárolnak önökről minden adatot, mindenhol. A közösségi médiától kezdve mindenhol, amikor használják a GPS-t, tájékozódnak a térképet a telefonon. Sokkal többet tudnak rólunk, mint mi magunk, ugyanis én már nem emlékszem arra, hogy egy évvel ezelőtt nem tudom milyen betegségem volt. Ők tudják. Sokkal több információjuk van, amit nem tudják, nem tudjátok, hogy mikor lesz fontos számukra. Itt van most például a BID esete. Jön egy globális nagy cég, és mondjuk kell a földetek. Éppen valakinek van ott egy földje. Vagy ne menjünk ilyen messzire. Jön Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc, Strómanja. Tele van az ország ilyen ügyekkel. Annyi magyar vállalkozó keres ilyen ügyekkel, hogy ezt el se hinnék. Hogy a szorgalmával, tehetségével felépít valaki egy magyar céget Magyarországon, akár egy családi céget, és bekopogtat egy ilyen magyarországi oligarha, hogy ne csak a globálisokat említsem, és azt mondja, hogy kell az ön cége, mert jól megy. És mi nem akarunk megdolgozni az, hogy fölépítsünk egy céget, mi elvesszük az önét. És ha nem adja, jön a bürokrácia. Ugye nem a 20-as, 30-as évek van, nem Chicago, nem gépkarabéllyal lőnek ránk az üzletünk előtt, hanem jönnek a hivatalok, és tönkreteszik az üzletet. Ma ez megy Magyarországon tömegesen, ha valaki nagyon kiemelkedik, és egy nagyon jól működő cége lesz. Előbb-utóbb bekopogtatnak hozzá. Talán ez a pont, ahol a tisztességes, magyar érzelmű, nemzeti, keresztény, Fidesz szavazónak föl kéne ébrednie, hogy nem Széchenyi grófokat hoztak létre ilyen frankensteini módon, kreáltak az elmúlt 14 évben, mert ez nem lehet nemzeti érdek, hogy jól működő magyar cégeket, családi cégeket bekebeleznek, elvesznek maffia módszerekkel, csak a bürokráciát küldik az emberekre. Kiderült, hogy az összes olyan színjáték, amit láttunk, beleértve a nemzeti konzultációt, ahol a Fidesz szavazók, mert nyilván ki visszaküldte, azért az általában Fidesz szavazó, 99,3% szavazott úgy, hogy ezt az Ukrajnát talán nem kéne fölvenni az Európai Unióba. Azért pillanat rájunk meg, hogy miről beszélünk. Tehát ilyen eszelős őrültséget. Tehát először is olyan háború zajlik Ukrajnában, amilyen utána a második világháborúban volt ilyen volumenű háború. Egy ilyen országot fölvenne az Európai Unióba. Ez ugye súlyos biztonsági kockázat, minimum. Kettő, Ukrajna vége. Tehát Ukrajnának vége, Ukrajna egy működésképtelen ország, soha az életbe nem fog tudni talpra állni. Az ukrán nemzetnek is vége, ezt én merem kijelenteni. Tehát mire vége lesz ennek a háborúnak, hogy fog kinézni az ukrán nemzet, már amit így összetákoltak a 20. században. A legjobbak hiányozni fognak, a férfiak jelentős része hiányozni fog, és hát majd pótolják. Mivel az egész országot eladták, ugye Zelenszky első útja a háború kirobbanása után külföldön, ugye Washingtonba vezetett, hogy a BlackRock-kal aláírja a szerződést, gyakorlatilag ami érték maradt
Ukrajnából a termőföld, a mezőgazdaságuk alapja, ami igen fontos, világ globális szinten is, azt eladták, a kincseket eladták, a lakosság, a népesség az egy ilyen borzalmas állapotban lesz a háború végén. Ebben az országban azt fogják mondani, hogy hát hiányoznak a férfiak, hiányoznak a fiatalok, akik ugye működtetnék az országot, nem baj, hoznak majd bevándorlót, ugye ismerjük mondjuk a BlackRocknak az útmutatásait, hozzák majd Afrikából vagy Bangladesből, és lesz majd egy ilyen szép népesség Ukrajnában, ahol már semmi nem lesz az ő tulajdonuk. És nyilván ez az ország működésképtelen. Ezt az országot, amivel egyedül a BlackRock és társai, ezek a globális pénzemberek, akik a BlackRockba is fektetik a pénzüket, ők járnak egyedül jól, a fegyveripar meg a többiek mellett, akik most is kaszálnak, ők járnak jól, és lesz a helyén egy működésképtelen állam, ahol egyfajta ilyen kevert lakosság lesz, viszont a hónap és az év minden napján lesz Kijevben Pride felvonulás, azt garantáljuk, az lesz. De működésképtelen lesz az ország, a biolaborokat is majd vissza lehet telepíteni, amik voltak, egy ilyen kísérleti, nem tudom milyen laboratórium lesz az egész ország, gazdaságilag, politikailag, egészségügyileg, mindenféle szempontból. Ez vár az ukránokra, Ukrajnára. Ez egy nagyon sötét, nem mondom, hogy jövő, ez már a jelen. Viszont ezt az országot, ami mégiscsak azért egy elég nagy területű ország, ennek a működtetését az európai adófizetőkkel fizettetik meg jelenleg, és ez lesz a jövőben is, mert nem fog tudni működni továbbra sem ez az ország. Ez irgalmatlan sok pénzbe fog kerülni az európai adófizetőknek, beleértve a magyarokat is. Ugye azt soha nem említi meg a Fidesz és a balliberális oldal, hogy mi mennyi pénzt fektetünk be az Európai Unióba, mennyi pénzt fizetünk be, minden évben egyre többet. És ez a pénz, ami a magyar adófizetők pénze, ez vándorol a Brüsszelbe, majd vándorol onnan például Kijevbe. És ezt az őrültséget keresztül akarják vinni. Ez ellen állítólag harcolt Orbán Viktor. Ugyanúgy, mint a svéd NATO csatlakozás ellen harcolt Orbán Viktor. És miről szól az egész? Megint egy irgalmatlan színjátékról, ami ugyanolyan színjáték, mint egy rendszer szinten színjáték a Fidesz vezető politikusainál. Én nem a szavazótáboráról beszélek, mert nyilván egy rengeteg tisztességes magyar ember van, akit megtévesztenek. Én a csúcsvezetésről beszélek. Hogy az egész, minden, amit ők csinálnak, úgy, mint Szájer Józsefnél, egy óriási színjáték. És az erkölcsi, morális példamutatás is csak egy színjáték volt a részükről, ezért történhettek meg olyan rendszerhibák, finoman szólva, mint ami ugye a Bicskei gyermekotthon kapcsán most ugye kirobbant, ami azért, valljuk őszintén, most Orbán Viktoron is látszik a riadalom, ami azért most megrengette a Fideszt, és nem tudjuk, hogy ez majd hogyan csapódik le az európai parlamenti választásokon, lehet, hogy pont a Mi Hazánk fog emiatt meglepetést okozni, nem tudjuk. De reméljük, hogy minél több Fideszes szavazó fel fog ébredni, és rá fog jönni, hogy hogyan verik át őket. És hogy nekik nem a Fidesznél, hanem a Mi Hazánknál lenne a hely. És akkor a Mi Hazánk fog kormányozni, nem a Fidesz, ez ilyen egyszerű. Ugyanis akkor, amikor például Ukrajnával kapcsolatban, Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása és Ukrajna finanszírozása kapcsán Orbán Viktor és a Fidesz eljátszott ezt a színjátékot, az első pillanatban tudták. És ez a lényeg, ezt kell megérteni, és ezt kell önöknek, nektek elmondani, azoknak, akiket még meg tudnak téveszteni. A szomszédjuknak, az ismerősüknek, hogy az első pillanatban tudta Orbán Viktor és tudta a Fidesz, hogy ők a végén meg fogják szavazni, illetve támogatni fogják, hiszen ugye konszenzussal fogadják el úgy, mint a szankciókat. Ezt Orbán Viktor végig tudta. És a kávéért való, nem tudom, kisétálás decemberben az is a színjáték része volt. Az egész semmi másról nem szólt, mint a visszatartott uniós pénzek megszerzéséről. Mert anélkül nem is annyira a magyar gazdaság, inkább a NER rendszer ma nem tud működni. Mert nyilván azért persze Mészáros Lőrinc tényleg zseniális, de azért, ha ezek a külső források nincsenek, legyünk őszinték, ha ezek a külső források nincsenek, nem tud működni a rendszer. És én nem lennék Orbán Viktor helyében, tehát amennyi éhes szájat ott el kell tartani, Rogán Antal elvált feleségétől kezdve, ott mindenki milliárdos lett egy válás után a Fidesz köreiben, azért ezt tegyük hozzá. Ezt a rendszert fönn kell tartani, csak tudjátok, az a baj, hogy ez tényleg a magyaroktól veszik el. Ez tényleg nem kerül be a magyar gazdaságba, a körforgásba, ez a rengeteg pénz.
ezért csúsztunk vissza oda, amivel ugye kezdtem, hogy ma már csak a románok és a bolgárok vannak közöttünk, vagy mögöttünk. És ez igenis egy óriási probléma. De cserében legalább ugye színjátékot játszik a Fidesz, de cserében legalább ugye a családtámogatási rendszerük jó volt. Hát annyira jól működött, hogy tavaly született a legkevesebb magyar gyermek Magyarországon, történelmünk során. Ideje lenne megvizsgálni ennek az okait. Sok oka lehet. Nem csak pénzügyi. Sok oka van. Mondjuk például az is, hogy a meddőpárok száma úgy kilőtt az elmúlt pár évben, amire szintén nem volt példa a történelem során. És nem látunk jelenleg szándékot sem arra, hogy valamit lépjen egy magyar kormány, egy parlament. Nem látunk ilyen konkrét elképzeléseket, mert ha ezt komolyan gondolna egy kormány, nem csak szlogen szintjén, mint sajnos a Fidesznél a migráció, meg nagyon sok ilyen téma van, amit csak szlogen szintjén használnak, akkor el kellene kezdeni gondolkodni egy csomó minden egyéb dolgon, például azon, hogy miért van az, hogyha ennyire visszaesett a születendő gyermekek száma, akkor ez egyre több orvos, tudós szerint összefüggésben lehet akár a Covid oltásokkal, az mRNA-s oltásokkal, és ugye mondjuk ezen a téren számomra a legnagyobb név, ezt azért hagyd mondjam már, ha már itt vagyunk ugye a szülővárosomban, Szegeden, ugye az doktor Letoha Tamás, aki számomra azért a legnagyobb hős Magyarországon, mert ő az, aki a Big Pharmával dolgozott. Neki vannak azok a kapcsolatai, hogy ő magát anyagilag tönkre teszi azóta, amióta ezt az én videóimban a nagy nyilvánosság előtt elmondja, akár az mRNA-s vakcinával kapcsolatban, vagy hogy a Covid kapcsán miket tettek velünk. És ő volt az, amikor a Szegedi Biolaboratóriumban ugye nem csak Karikó Katalin repült ki innen, hanem például dr. Letoha Tamással is, amikor bementem ugye legelőször a laboratóriumba, és én mondtam neki, hogy most tényleg mondja meg nekem őszintén, ugye még akkor javában benne voltunk ebben a Covid sztoriban, hogy most akkor mi ez a Covid? Egyáltalán van-e? Ha van, akkor ugye biztos, hogy a denevérektől jött, vagy a Tobzoskától, de ha mégsem, akkor honnan? És akkor leült, elővette egy ilyen üvegcsében, azt mondta, tessék, itt van, szétbontja, megvizsgálja, láttam, tehát ez egy létező dolog, és akkor elmondta, hogy itt van benne a hízszekvencia, és akkor megfordult körülöttem a világ, hát ez nem tudom, 2021 vagy mennyi volt, tehát ez a legelején volt. És elkezdte nekem mutatni, hogy ezt hogyan rakták össze, és hogy mennyi az esélye, nem tudom, az egy billióhoz, hogy a természetben kialakulnak, ugyanezek a szekvenciák összekötnek egymásra. Nem akarok belemenni a részletekbe, mert én laikus vagyok, nem értek hozzá. Én azokat követem, azokat a tudósokat követem, akiknek hiszek, mert aki inkább vállalta az üldöztetést, vagy hogy nem nyernek majd a pályázatai, de nekem és a nagyvilágnak megmeri mutatni, hogy hol vertek át minket, vagy hol nem mondták el, akkor legyünk ilyen, hogy mondjam, diplomatikusak, hogy hol nem mondták el nekünk a teljes igazságot. És éppen itt lenne már az ideje annak, hogy valaki vizsgálja, hogy például miért van az, hogy a meddőpárok száma is kilőtt Magyarországon. Ha ezt komolyan érdekelné bármelyik magyarországi parlamenti pártot Magyarország jövője, akkor ezt vizsgálni kellene. Nincs terítéken. Tehát sem a Fidesznél, sem a baloldal nem beszél erről. És akkor ugye itt van a globalizációnál maradva, hogy ugye miközben átalakul ez a világ, és ebben a világban nekünk egyensúlyozni kell. Tehát nekünk a most születő többpólusú világrendben semmelyik nagyhatalomnak nem szabad túlságosan a közelébe menni, mert megégetjük magunkat. És mi magyarok pontosan tudjuk geopolitikai helyzetünkből fakadóan, hogy egy pillanat alatt kolonizálnak minket. És köszönjük szépen, elég volt David Pressman utasításaiból. Ezt nem tudom, hogy valaki figyelte vagy tudja, hogy amikor a parlamentben szavaztunk Svédország NATO csatlakozásáról, ami megint csak olaj a tűzre, ugye Finnország csatlakozása is olaj a tűzre, több mint 1000 kilométerrel növeltük annak a veszélyét, hogy kirobban a harmadik világháború, mert akkora a finn orosz közös határ, és képzeljük el, hogy ehhez elég, jelenleg olyan a helyzet, tényleg mondom, jövök az Európa Tanácsból, jövök az ENSZ-ből, jövök, olyan jelenleg a helyzet, olyan elmebeteg politikusok irányítják a világ legtöbb országát, főleg Európában, hogy jelenleg elég annyi, hogy egy bevodkázott, tökrészek finn határőr átlő, elsül a fegyvere, és kirobban a harmadik világháború. És erre most növelni kell több mint 1000 kilométerrel ennek az esélyét.
Most kellett fölvenni Finnországot és Svédországot. Na mindesetre, amikor erről szavaztunk, Fidesz eljátszotta a szokásos színjátékot, hogy ők megosztottak, lehet, hogy nem szavazzák meg, tudtuk, hogy cson nélkül megszavazzák. De amikor ez a szavazás volt, ott ült a karzaton, pont velem szemben, David Pressman, az amerikai nagykövet. Mi a francot keresett ő ott? Mi ez a nyomás gyakorlás? Hát nem független, szuverén állam vagyunk? Ezek szerint nem. De nem akarunk másnak a gyarmata sem lenni. Tehát köszönjük szépen, jó kapcsolatot akarunk az oroszokkal, meg Kínával, meg az arab világgal is, meg Afrikával is, de senkinek nem akarunk a gyarmata lenni, cserébe egy dolgot tudunk megígérni, mi sem akarjuk őket gyarmatosítani. Ferenc József föld volt az északi sarkon az utolsó gyarmatunk, mi jelenleg nem készülünk újabb gyarmatokat szerezni. És ez is elég ehhez. Ebben a világban tehát nekünk, ellentétben Orbán Viktor politikájával, nem a 30 évvel ezelőtti világban kell leragadni, ahol Amerika és Amerika szövetségeseinek voltunk a gyarmata, hanem nekünk alkalmazkodni kell ahhoz, hogy rengeteg gazdasági lehetőségünk van a világ más pontjain. Amerika egyébként is sok problémával szenved. Tehát az amerikai álom az már azért nem olyan, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. Nekünk itt egy amennyire lehet független, semleges, szuverén, magyar adottságokra épülő magyar gazdaságpolitikával kell a jövőt építeni. És nem úgy, mint ahogy a Fidesz vagy a balliberális oldal. Ami pedig a globalizációt illeti, ott is van egy nagyon egyszerű dolog, amit ugye hosszú hónapok óta viszünk, képviselünk, és ezek mind akár a készpénzhasználat, akár ez, amiről most szeretnék beszélni, hogy ez a WHO szerződés, bármelyik téma, amiről beszélünk, ez olyan, hogyha kell, előre szólok mindenkinek. Tehát ha kell, együtt szavazunk a, nem tudom, Gyurcsányékkal is, meg a Fidesszel is. A lényeg, hogy a magyarokat amennyire lehet mentsük meg. Ha a készpénz használat, ugye mondjak egy friss dolgot, ugye a héten Orbán Viktor azt mondta a parlamenti felszólásomra, hogy ő támogatja a Mi Hazánk Mozgalom készpénz használatra vonatkozó törekvéseit, és hogy emeljük az alkotmányba. Ha ezt komolyan gondolt Orbán Viktor, nyilván ott is elmondtam, hogy éppen most szavazták le a fideszesek, ugye, amit benyújtottuk az erre irányuló előterjesztésünket, leszavazták. Tehát ismerjük, hogy teljesen más mond a Fidesz, mint amit csinálnak. De ha ezt komolyan gondolja a miniszterelnök, mert ugye az egész ország nyilvánosság előtt adta nekem ezt a választ, akkor mi tényleg készek vagyunk arra, hogy ezt a Fidesszel együtt megszavazzuk. Ha Gyurcsány benyújt valamilyet, azt is megszavazzuk. Nyugodtan elmondhatják majd nekem itt a kérdéseknél, ha valakinek ez nem tetszik. De az a helyzet, hogy én tényleg azt gondolom, hogy én nem pohóckodni vagyok ott Budapesten. Amúgy is jobb szeretek itt lenni azért a tanyán. De én azért vagyok Budapesten, azért vagyok az országgyűlésben, hogy a hazámat szolgáljam. És nem a show műsorral szolgálom, hanem azzal, hogy elmondjuk és kőkeményen kritizáljuk, támadjuk akár a Fideszt, akár a balliberális oldalt, és még egyszer mondom, ha tudunk, akkor pedig kárt enyhítünk és elérünk eredményeket. Ezekről is majd szeretnék beszélni. Ami a WHO szerződést illeti, májusban ténylegesen, bár a balliberális sajtó, a Telex például már igyekszik ezt valamiféle alap nélkül összeesküvés elméletnek beállítani, de ez tényleg egy létező dolog, tényleg van egy ilyen törekvés a WHO részéről, nyilván mindig gyönyörű, szép, jól hangzó, ilyen nem tudom milyen mázba szokták becsomagolni, ami arról szól, hogy hát mi az emberiséget, ugye Bill Gates, meg ezek az ultra extra dollár biliárdosok, ezek arról híresek, hogy milyen emberszeretők, ugye? Mennyire szeretik az emberiséget. Hogy ők valójában nem óriás üzletet akartak a Covid oltásokkal. Érdekes módon mindegyiknek sajnos igazunk lett, bevált a jóslatunk, hogy csillagászati módon nőtt a vagyona a Covid alatt, miközben sajnos pont az európai országok és Magyarország is ugye akkor zuhantunk vissza, akkor nőtt az államadósságunk, akkor zuhantak vissza a gazdasági adataink, és sajnos a demográfiai mutatóink is. De sajnos igazunk lett, amikor ezt előre jeleztük. De ugye ezek a WHO-t finanszírozó emberek, és itt jön a legnagyobb probléma a WHO-val, hogy ők finanszírozzák, tehát a Big Pharma, meg Bill Gates, meg a többiek finanszírozzák, finanszírozhatják egyáltalán a WHO-t, és a WHO-nak a vezetője, ugye Tedros Ghebreyesus, egy etióp marxista terrorista, nem én mondom, ez az Amerikai Egyesült Államok hivatalos álláspontja, nem orvos, tehát nála a
nem tudom, a Kiskun Lacházi körzeti orvosnak több köze van az egészségügyhöz. Ez az ember akarja eldönteni, és akar útmutatásokat adni, a szerződés szerint pedig, és ez benne van szó szerint, hogy jogilag kötelező érvényutasításokat adni, hogy mi majd mit csináljunk az egészségünkkel. Tehát azt hagyd döntsük már el mi. Hogy most beoltjuk, nem oltjuk be, vagy ha beoltjuk, akkor mivel oltjuk be, ezt ne ők magunkat, mert ez a mi egészségünk. Ugye érdekes dolog, hogy más kérdéseknél ugye az én testem, én jogom. Tehát az abortusznál ezt Macronék ugye most például alkotmányban rögzítik, az abortuszhoz való jogot. De amikor egy oltásról beszélünk, vagy egészségügyi beavatkozás, akkor nem lehet azt mondani, hogy az én testem az én jogom. Ugye milyen érdekes azért ez a fura, nagyon életpárti, nagyon egészségpárti elképzelés? Na ezért vagyunk mi ellene minden ilyen megállapodásnak, ráadásul a WHO szintén egyfajta világkormányzás felé tett lépés. Mi nem kérünk világkormányzást. Még az sem, hogy Brüsszel mondja meg, de az sem, hogy nem tudom, Tedros mondja meg Etiópiából, hogy mi legyen az egészségünkkel. Nekünk nincs más dolgunk, mint a magyar egészségügyet rendbe tenni. A magyar egészségügyről külön előadást kellene tartani. Szerintem mindenki tudja itt ebben a teremben, hogy milyen problémák vannak. És azt is mindenki tudja szerintem, hogy milyen megoldások vannak. A jó hír az, hogy vannak jó magyar szakemberek. Egyrészt nem kell engedni, hogy elmenjenek, és most nem csak az orvosokról beszélek, ápolókról főként, és a többiekről, hogy ne menjenek el. Mert az emberi minőség, főleg egy egészségügyi intézmény, az nagyon fontos. Kiknek a kezében van az életünk, vagy az egészségünk. Őket nem szabad elengedni. És nem úgy, hogy törvénnyel, ahogy a Fidesz szokta, nem tudom, mindenkit örökhöz kötni, hanem olyan feltételeket kell teremteni. És mondjuk a GDP-nek legalább 100%-arányosan annyi részét költeni az egészségügyre, mint mondjuk a csehek. Mert ugye hozzájuk képest is nagyon el vagyunk maradva. Tehát vannak azért ilyen alapvetések, ha az egészségügyünket rendbe tudjuk tenni a megfelelő szakemberekkel, akkor biztos, hogy nem kell Tedros barátunk. Ezért vagyunk a WHO szerződés ellen. És minden nemzetközi szerződésről pedig annyi a véleményem, mert ilyet is hallottam már, amióta ugye megint országjáráson vagyok, hogy ha aláírják a WHO szerződést most a Fidesz, mert ugye valószínűleg még májusban nem a Mi Hazánk lesz kormányon, akkor mindennek vége. Most ez butasság, ezt mindenki felejtse el. Tehát egy célunk van, amit el kell érni, Mi Hazánkos kormány legyen. Mondhatnék mást is, de nem fogok hazudni önöknek, olyat mondok, amiben hiszek. Ha Mi Hazánkos kormány lesz, akkor azonnal megszüntetünk minden fölösleges szerződést, nem csak a WHO szerződést, minden fölösleges szerződést, addig, ha kell, akkor a polgári engedetlenség eszközeit is mindent igénybe kell vennünk, hogyha úgy érezzük, hogy már az életünkbe és a magyarok életébe olyan szinten avatkoznak be, hogy a magyarság jövője is veszélybe kerül. Egyszerűen ez a véleményünk erről. Nem csak a gazdaságpolitikája globalista a kormánynak, amely gazdaságpolitikának, ugye mi az egyszerű jövője, az akkumulátorgyár nagyhatalmakból mi lesz, nagyon szépen hangzó koncepció, valójában az lesz, hogy nem lesz termőföldünk, használják az erőforrásainkat, az energiáinkat, óriási energiaszükségletei lesznek ezeknek az ország minden pontján megépülő akkumulátorgyártó cégeknek, tehát használják az erőforrásainkat, szennyezhetik akár zaj hatással, vagy bármi egyébben, de szennyezhetik a közvetlen környezetet. Cserében az összes szerződést, amit megkötnek, most éppen a szegedi tagszervezetünk szerezte meg, a nagy szegedi beruházás, ami legalább nem akkumulátorgyár, hanem ugye egy összeszerelő üzem lesz ez is, autógyártó, és most ez nem Németország, hanem egy kínai, ugye ez a BID, így ismerik, a BID, amelynek a szerződését végigböngésztük, egyetlen egy szó nincs, amit a magyar állammal megkötöttek, ezeket általában titkosítják, ugye ezeket a szerződéseket. Egyetlen egy betű nem szerepel, ami például kikötné azt, és akkor összes többi tényezőről nem beszélek, kikötné azt, hogy csak magyarok dolgozhatnak a gyárban, és ugye sok ezer embert akarnak foglalkoztatni. Sok ezer embert. Egy csökkenő lakosságú Szeged mellett. Egyetlen egy sor nincs arról, hogy legalább azt rögzítsék, hogyha helyben nem találnak alkalmas munkaerőt, csak akkor gondolkozhassanak mondjuk vendégmunkásokban, ilyen sincs benne. Ilyenben sem gondolkodik a kormány. Tehát semmilyen garancia, semmilyen megkötés nincsen. A világon szerintem nagyon kevés ilyen beruházás, ilyen állam és egy magáncég közötti szerződés van, ahol semmi nemzeti érdek védelem nem szerepel.
ezekben a szerződésekben nem szerepel. Ez Debrecenben ugyanígy volt, a CATL-nél, az összes létező hasonló beruházásnál ezt tapasztaljuk. És ugye ez önmagában a mi nyomozásunk után, mert ugye ezeket szeretik titkosítani, önmagában ez meglepő volt, de akkor, amikor a parlament elé a kormány be akarta vinni a vendégmunkás törvény eredeti változatát, ami ellen mi, a Mi Hazánk mozgalom pöttömnyi frakciója mindössze 6 képviselővel lázadt fel, akkor nagyon gyorsan visszakozott a kormány. És rájöttek a balliberális ellenzéki pártok, hogy húha, ebben megint olyan potenciál van, mint amikor a Torockai a déli határkerítésről kezdett beszélni, mindenki kiröhögte, aztán a Fidesz megmérte, hogy a magyarok ezt akarják, 85% a magyaroknak, gyorsan a Fidesznek ez lett a hivatalos politikája. Most ugyanezt láttuk a vendégmunkásokkal, viszont a Fidesz ezek miatt, a szerződések miatt már nem tud igazából visszakozni, és mint éppen itt derült ki Kovacsis Zsolt barátomnak köszönhetően a Nagy Magyarország Parkban, ennek a botránynak köszönhetően, hogy mi robbantottunk ki, derült ki, mondta ki Bayer Zsolt, aki ugye a nem megmondó ember a Fidesznek és Orbán Viktornak, hanem ő a, és nem is az ökle, hanem ő a kimondó embere. Ő mondta most ki, miután legazemberezett, élő adásban, vagy talán felvételben, nem tudom, de ő mondta ki azt, hogy semmi baj nincs a vendégmunkás koncepcióval. Hát a vendégmunkás is jöjjön, hát ez jó dolog. Talán láttátok, hogy mit mondott, miután lebuktak, hogy még a Nagy Magyarország Parkban is ők vannak. Az a helyzet, hogy a Fidesz, mivel megkötötte ezt a rengeteg szerződést, és még rengeteg olyan szerződés van, amiről még mi sem tudunk, ezekben a szerződésekben soha egyszer sem köti ki, ugyanis ezek a globális nagyvállalatok nem is jönnének ide, ha ezt kikötné a kormány. Mert nem gondolkodnak magyar munkaerőben. Hosszú távon semmiféleképpen. Mi másban gondolkodunk. Mi abban gondolkodunk, hogy azok a magyar adottságok, ugye, amiről az előbb beszéltem, azokra a magyar adottságokra kell építeni, el kell vágni amennyire lehet minden globalista, világkormányzásra törekvő szállat kapcsolatot. Tehát nem csak Brüsszel esetében kell azt elérnünk, hogy ezt az Európai Uniót meg kell változtatnunk, ezért építünk ilyen kapcsolatokat ma már Németország talán legerősebb pártjával, az AfD-vel és a többiekről, hogy legyenek szövetségeseink, hogy az Európai Uniót meg tudjuk változtatni, mert vagy szétesik, és nem lesz Európai Unió, vagy megváltoztatjuk. Más lehetőség nincs, különben nekünk végünk, ha ez így megy tovább, hogy jelenleg nem. Emellett pedig legalább ennyire fontos, hogy azokat a teljesen fölösleges nemzetközi szerződéseket, mint például mondjuk a WHO szerződés, ugye, amire most készülnek, azokat vagy nem írjuk alá, vagy fölmondjuk, mert hiába köttettek meg előnytelen szerződések, azokat bármikor föl lehet mondani. Főleg a WHO, ugye sokan megkérdezik tőlem, a WHO szerződés, nem kell annyira aggódni. Aláírják, mi meg fölmondjuk. Itt egyetlen egy lehetőség van, és egyetlen egy dolgot kell tennünk, Mi Hazánkos kormányzás, ennyi. Nincs más út, nincs más lehetőség, ha lenne, őszintén elmondanám, de nem látok más utat, és fel kell mondani. Helyette kell egy normális magyar egészségügy. Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy Magyarország nem tudna működni Tedros Gebreyesus nélkül. Etióp, marxista, terrorista nélkül. Senkinek nincs szüksége rá, ahhoz, hogy az egészsége rendben legyen. Ahhoz egyetlen egy dolog kellene, egy normálisan működő magyar egészségügy, ami ugye nincsen. Ez megint egy oly sokszor hangoztatott téma, amit szinte mindenki személyesen tapasztal, mert azért mindenki néha sajnos részt kell, hogy vegyen az egészségügyben valamilyen módon. Tegnap is volt itt közöttünk olyan, aki házi orvosi praxist visz, tehát valamilyen módon vagy orvosként, vagy paciensként, de ugye kapcsolatba kerülünk az egészségügyel, és mindenki tudja, hogy milyen problémáktól szenved az egészségügy. Azt kell rendbe tenni. Nem lesz könnyű. Tehát ha Mi Hazánkos kormány lenne holnap, nem lennék boldog. Tehát nem pezsgőt nyitnék, hanem vakargatnám a fejemet, hogy atya úristen, ezt most hogy oldjuk meg. De nagyon nagy a baj. Tehát én nem titkolom, én nem próbálok ilyen, nem tudom, ilyen idilli képet festeni, hogyha Mi Hazánkos kormány lesz, akkor egy hónap múlva itt minden rendben lesz. Hazudnék. Ez tipikus politikus lennék, csak én nem ilyen vagyok. Nagyon nehéz lesz. Borzasztóan nehéz, de nekünk legalább van elképzelésünk. Van hozzá erőnk, meg szándékunk, hogy ezt végre is hajtsuk. Hosszú hónapokkal ezelőtt kezdtem arról beszélni, hogy ugye az Interparlamentális Unió magyar delegációjának alelnökeként, ugye ez a világ parlamentjeinek a szövetségét jelenti,
és a magyar delegáció hat tagja között ugye van egy balliberális, meg van egy Mi Hazánkos, a többiek Fidesz-KDNP-sek, és én vagyok a Mi Hazánkos tagja, én vagyok az alelnöke, és ugye ennek köszönhetően járom a világot, és olyan elképesztően jó tapasztalatokra teszek szert, és olyan politikai kapcsolatokra, amit szintén nem sejtettem volna még korábban. És megmondom őszintén, hogy ami Európát és az Európai Uniót illeti, már kizárólag azokra a szövetségeseinkre fókuszálok, akik itt voltak most például az évértékelőnkön, mert velük meg kell változtatni az Európai Uniót, de mint gazdasági jövőkép nem velük foglalkozom, hanem azokkal a világ más országaival, akik egészen máshogy fogadnak minket a világ bármelyik pontján. Amikor megkérdezik, hogy where are you from, és azt mondom, hogy Hungary, teljesen más az arckifejezésük, mint egy uniós ország parlamenti delegációjának. Az uniós országból bárhonnan jönnek, bármelyik kivéve a barátainkat, szövetségeseinket, mindegy, hogy ilyen néppárt, meg baloldal, liberális, ezek ugyanazok az Európai Unió bármelyik delegációjából, és mondom, hogy Hungary, akkor az ilyen Méla Undor szalad át az arcukon. Úgyhogy én már nem megyek oda hozzájuk. De rám ne nézzen így. Mert ez a ilyen félbalkániak vagyunk a szemükbe, ugye nem örülünk ennek a gender őrületnek se. Tehát ez nem tetszik nekik ez az egész. Mi egy ilyen sztyeppei, még ugye nyereg alatt pújítjuk a húst. Tehát én ezt látom az arcukon. Én ezekkel nem akarok semmit kezdeni. És amikor oda megyek mondjuk az öbölmenti országok valamelyik diplomatájához, tehát a katari nagykövet is megtisztelt az évértékelőmet, akkor mondjak még valamit, egészen máshogy reagálnak, amikor azt mondom, hogy Hungary. Tehát ők egyenlő partnerként ülnek le velünk beszélgetni. Tehát nem valamilyen kolonizált, félbalkáni sztyeppei népnek néznek minket, hanem azt mondják, hogy tisztelünk benneteket. És ha megkérdezem mondjuk az öböl menti országokban, ahol annyi pénz van, hogy ezt el se tudjuk képzelni, cserébe viszont termőföld helyett sivatag, mindent importálnak, mindent, de ugye roskadásig tele a boltok polcai, és akkor mondom, hogy Hungary, és én arra számítottam, mert ugye én eddig ebben éltem, mert tudom, hogy Amerikában az átlag ember az utcán megkérdezik, hogy Hungary, akkor azt hiszi, hogy éhesek vagyunk. Ugye semmit nem tud Magyarországról. Sajnos a nyugat-európaiakra is jellemző. Ugye leszámítva néhány francia barátomat, meg lehet kérdezni a franciákat az utca, ugye viszonylag sokat tartózkodom ott, ugye az Európa Tanács tagja is vagyok, csak hogy soroljam még, hogy hány felé vagyok szétszakadva, ezért ugye viszonylag sokat vagyok Strasbourgban, és Párizsban vannak a bizottsági ülések, és az átlag embernek halványgőze nincs rólunk, és itt vagyunk nem messze franciáktól. Na most ehhez képest az öböl menti országban bármelyik diplomatának azt mondom, hogy Hungary, most már nem lepődöm meg, először meglepődtem, akkor rögtön elkezdi mondani, hogy azonnal kössünk valamilyen üzletet Magyarországgal, és akkor mondom, hogy szerintetek mire lenne nektek szükségetek Magyarországon? A tudásotok kell, tehát Szaúd-Arábiában, Katarban, Emirátusokban, mindenhol tudják, hogy milyen a magyar tudás. Most persze gőzerővel építik le az oktatással együtt, tehát ez már nem a klébezve kúnó féle világ. Ennek persze más aspektusai is vannak, mert nem csak a leépített oktatás az egyik oka, annak mondjuk, hogy Borsod vármegyében annyira visszaestek a teljesítményről szóló mutatók az iskolákban. Ott más is van. Tehát nem ugyanazok a magyar gyerekek ülnek ott, mint mondjuk a 60-as években az iskolapadban. Ez is egy tényező. Tehát ha valakinek nem esett volna elő, hogy a cigány gyerekek ülnek, és a cigány telepről jön, nem tud olyan teljesítményt produkálni, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, akik ültek a Borsod megyei padban. Mert hogy a magyarok gyakorlatilag kihalnak, és helyettük cigány gyerekek vannak. Ez is egy oka ennek. Hogy az a tudás, ami ilyen nagyjá tette Magyarországot, az a tudás, az kezd megkopni. De még az utolsó pillanatban vagyunk, mert még van. Most kell megmenteni Magyarországot, most kell még mindig a tudás népévé tenni Magyarországot. És pontosan tudják azt, például az öbölmenti országokban, hogy mennyi mindenhez értünk. Hát ez mégiscsak helytelen, hogy ebben az országban rengeteg lehetőségünk lenne, például arra, vagy lett volna, hogy a méhészetet támogassuk, fölfuttassuk.
tök jó adottságaink vannak ehhez, jobbak mondjuk, mint Szaúd-Arábiában, ahol mondjuk 70 fokban ülünk a sivatagban. És ugye mondjuk itt a mi környékünkön is rengeteg lehetőség nyílna erre. Rengeteg lehetőség nyílik erre, mondjuk ugye mi ott társadalom környékén tele vagyunk akácerdőkkel, stb. Nagyon sokan méhészkednek. És az elmúlt években azt láttuk, hogy ugye 25 ezer magyar család, tehát nem mély család, hanem magyarok, emberek, ez kb. 100 ezer embert érint, családtagokkal, gyerekekkel, élt méhészetből. Ez azért nem elhanyagolható közösség. És az elmúlt években teljesen tönkreteszik őket. És akkor ugye azt mondták, hogy ennek az az oka, hogy tönkre is kell menniük, mert hát nincs jövője a méhészetnek, meg a méznek, mert hát az Európai Uniót, a piacot elárasztották a kínai olcsóbb, és egyébként silány minőségű, sokszor hamis mézzel, és ezért a méhészetnek nincs jövője. Így aztán elkezdték a méhészetet leépíteni. Hivatkoztak mindenre, meg egyébként is a méheknek nincs is már ehhez kedve. Szépen elkezdték leépíteni őket. És most eljutottunk oda, hogy két éve jelezzük, kiabálunk a Magyarországgyűlésben, hogy legalább ha már egy méhészetből jövő agrárminisztere van Magyarországnak, legalább akkor valamit tegyenek már a magyar méhészekért. És ilyen üres tekintetek fogadnak minket a parlamentben, hogy néznek ránk. Ugye nyilván balliberálisok azt se tudja, nem értik, hogy miről van szó. Ugye nagyrészt budapestiek nem látták, de azt hiszik, hogy a méz az ugye abban a kis műanyag, ilyen maci külsejű, ilyen kis kiszerelésben van, és akkor ez úgy a polcon terem, ilyen maci kiszerelésbe. És nyilván ők azért néznek üveges tekintettel, mondjuk a momentumosok, amikor erről beszélek. Ott már az is nagy dolog, ha magyarul a papírra megírt beszédet föl tudják ugye olvasni. Ugye a parlamentben azért bukott meg a frakcióvezetőjük sorba, azért mondtam, hogy nem tudom jelenleg, hogy ki a frakcióvezető, pedig ott ülnek mellettem. Ugye Gerencsér Donát? Nem úgy hívták. Igen, tudom, most Donát Anna. Szóval, hogy Gerencsér volt a legutoljára, aki ugye úgy fejezte be, hogy ezt elb***tam. Emlékeznek rá? Ezt a parlamentben, tehát ezt így kellett jegyzőkönyvezni, ezt még a mikrofonban mondta, hogy hú, ezt elb***tam. Nem tudta felolvasni, ami le volt írva, úgyhogy egyszer nem tekintett fel a papírból. Szóval, hogy őtőlük nem várom, hogy megértsék mondjuk az ásotthalmi méhészek problémáit. Mert nem érti, hogy miről van szó. De azért mi, akiket tényleg érdekel, 100 000 magyar honfitársunk sorsa, meg mondjuk a vidéki Magyarország, nekünk azért ezen el kell gondolkodni, hogy hogy jutottunk el oda, hogy bejelenti Orbán Viktor ugye egy héttel ezelőtt, hogy újra beengedjük az ukrán mézet. Már csak ez hiányzott Magyarországra. Tehát jöhet a gabona, jöhet ide minden. A lengyelek, akik fegyverrel mennek az ukránokat védeni, de a lengyelek az ukrán-lengyel határt most már hosszú hetek óta zárva tartják, lezárták kamionokkal, mert elegük van abból, hogy tönkre teszik Lengyelországot. Nem elég, hogy a pénzünket adjuk az ukránoknak, még az olcsó, meg silány, meg GMO-s, meg mindenféle termékekkel bejöhetnek az uniós piacra. Magyarországon nincs semmi. Magyarországon a Fidesz megoldotta, amióta a kisgazdapártot halálos öleléssel megsemmisítette. Ugye ettől kell nekünk nagyon félni mi az ánkosoknak, hogy előbb-utóbb annyira erősek leszünk, vagy meggyengül a Fidesz, hogy halálos ölelést akar. Hogy hát mi egyetértünk veletek, ugye, mint most mondta Orbán Viktor, hogy készpénzbe is. Ez nagyon nehéz dolog, hogy egyrészt át akarunk vinni célokat, ami jó a magyarságnak, de azért ne öleljem át minket a Fidesz, mert abban még mindenki belehalt. Az összes párt a nemzeti oldalon belehalt a Fidesz ölelésébe. De azért az nagyon durva, hogy ez a Fidesz kormány, ez most még ránk engedi az ukrán mézet is. És a legdurvább nem ez, hanem amikor mi ez ellen kifogást emelünk különböző bizottságokban, akkor azt a választ kapjuk, hogy Magyarország importra szorul. Méz behozatalra. De miért jutottunk el ide? Hogy lehet ilyet mondani? Hát úgy, hogy nem tette a kötelességét a magyar kormány ezen a területen sem, ugyanis rengeteg lehetőség lett volna a magyar méhészek megmentésére. És akkor én elmondtam, hogy például a zöbölmenti országokban. Még a Bahreinben voltam, akkor én kihasználtam a lehetőséget arra, amikor nem a közgyűlés volt, hogy szétnéztem, és akkor azt láttam, hogy hát még nálam is jobban szeretik az édességet ott ezek az arab emberek, pedig azért akkor már nagyon szeretni kell,
és mindent mézből. Viszont azt is láttam, hogy viszonylag kevésbé lehetnek boldogok a méhecskék a sivatagban. Így aztán rögtön arra gondoltam, hogy micsoda lehetőség áll a magyar méhészek előtt, hiszen rengeteg pénzük van, és szerintem nekik kifejezetten kellene a prémium magyar méz, csak mondjuk jó lenne, hogyha a magyar állam laboratóriumokat hozna létre, ahol mi bevizsgáljuk a mézet, hogy hamis méz, eredeti vagy prémium, adni egy csomó támogatást ehhez, és a külgazdasági minisztérium meg tegye a dolgát, és szerezzen piacokat. És vigyünk ki prémium mézet oda, ahol van erre fizetőképes kereslet. Fogadókészség lenne erre, és inkább többet fizetnek, ha jó minőséget kapnak. És ki lehet szorítani náluk legalábbis, az Európai Unió piacán nem is, mondjuk a kínai mézet. Nekünk pont ez a bicskei történet volt az. Már előtte is azért a státusztörvény, egyébként óvodapedagógusnak indultam volna, de aztán a státusztörvény is ezt kicsit keresztül húzta. Szóval hogy az lenne a kérdésem, hogy hogy értékeli a tüntetésnek az eseményeit olyan szempontból, hogy azért itt pont a Kéri László politológus volt az úr, akinek az egyik interjúját hallgattam, és ő kitérte arra, hogy azért itt már nem csak két Magyarországról beszélünk, hanem egy harmadik Magyarországról is, ahova én egyébként belesorolom magamat is, tehát a kicsit az apátiában lévő, sehova nem tartozó, de nagyon-nagyon szeretne cselekedni kategória, hogy ezt ön hogyan értékeli, hogy ezek után, hogy itt azért megmozdult egy ország, mi várható, vagy akár ezt hogyan tudja mi hazánk egy kicsit az előnyére fordítani. Mert azért itt elmondott nagyon sok mindent, ami után úgy megyek haza a gyerekeimhez, hogy a félig sírok, hogy milyen jövővár járjuk, és azért ezt nyilván nem szeretném. Szóval azért valami reménykeltet, hogyha tudna ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért itt van remény megmozgatni a magyarságot, de aztán mondhatja a valóságot is, hogyha ez nem igaz, de hogy azért erre nagyon kíváncsi lenni. Ne. Tehát az nagyon rossz, hogyha csak a negatívumokra emlékszik. Igen, ez egyértelmű. Mert én pont azt mondtam, ugye többször elmondtam, hogy óriási lehetőségek vannak a magyarok és Magyarország előtt. Tragikus a jelenünk, tehát ha népesedési, gazdasági, a jövedelmek viszonylatában katasztrofális a helyzetünk. Én nem fogok hazudni, de nem is akarok beállni azoknak a pártoknak, ellenzéki pártoknak a sorába, aki meg semmi más nem csinál, csak fröcsög. Tehát én szeretnék valamilyen alternatívát, valamilyen lehetőséget kínálni, amiben hiszek, amit olyan szakemberekkel dolgoztunk ki, akik be tudják nekem azt bizonyítani, hogy van jövő Magyarországon. És én azt gondolom, hogy az emberek előbb-utóbb keresni fogják az ilyen lehetőségeket. Amit én tapasztalok, hogy ugye nagyon nehéz politikusoknak, ugye pártoktól elfordultak az emberek, ezért van az, hogy a Hősök terén ugye úgymond civil tüntetés volt, tehát azért Pottyondi Edina azért nem annyira civil, tehát neki megvan ugye a Momentumból érkezett, de megvan a maga, hogy mondjam, globalista világképe, de az nem a, nem tudom, Momentumnak, vagy bármilyen ideológiához köthető csoportnak a tüntetése volt ott a Hősök terén, mert ott olyan sok magyar volt kint, ami egyszerűen egy ilyen elemi felháborodást mutat, ami van a magyarokban, és tényleg azt mutatja a világtörténelem, hogy az olyan rendszerek, mint akár a Fidesz, mert ugye valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, nyilván Fidesz szavazónak tetszik, de Orbán Viktor mindenféleképpen már úgy fog bevonulni a történelemkönyvben, hogy volt egy Orbán korszak. Olyan régóta van hatalmon, hogy ez már egy Orbán korszak. Volt Horthy korszak, Kádár korszak, Orbán korszak. Tehát ez tetszik vagy nem tetszik. És az embereknek, és minden ilyen korszak, minden ilyen rendszer, amit mondjuk nem egy külpolitikai esemény dönt meg, az általában úgy szokott megdőlni, hogy egyszer csak tényleg egy olyan váratlan esemény, amire senki nem gondol, senki nem sejti, hogy egy ilyen bekövetkezik, akár banálisnak tűnő dolog is, egyszerűen elindít egy olyan láncreakciót, amiben végül belebukik ez a rendszer. Ugye ez lehet ez a mostani, ezt nem tudom. Talán még van annyi erő a NER rendszerben, hogy még valahogy most összezár. Én a Mi Hazánk alapításakor is azt mondtam, hogy a Fidesz elérte a csúcsát, és a Fidesz innen lefelé fog haladni. Az a kérdés, hogy ez mikor következik be. Fölfelé már nem tud haladni. Ennek ezernyi oka van, olyan borzasztóan sok pénzbe kerül fenntartani Orbán Viktornak ezt a rendszert, ugye erről beszéltem ma sokat. De én azt gondolom, hogy nem lehet a végsőkig mindig hinni a propaganda eszközökben. És ez mindegy, hogy balliberális, vagy fideszes, vagy bármilyen propaganda eszköz. Nekem személyes tapasztalatom, hogy az emberek
el tudnak kezdeni ébredezni, ha beindul egy ilyen láncreakció. Ezt a láncreakciót, ezt én nem tudom beindítani. Ezt nem a Mi Hazánk mozgalom fogja beindítani. A Mi Hazánk mozgalomnak állandóan készen kell arra állnia, hogy bármikor ez bekövetkezik, és át kell vennünk a kormányzást is. Nekünk így kell gondolkodni. És ez tőlünk függetlenül fog bekövetkezni. Mondtam ezt évekkel ezelőtt, de ez lehet most az. Lehet. Nem tudom, hogy az lesz-e, talán nem ez lesz, de a következő már az lesz. Tehát én azt gondolom, hogy megvannak számlálva a jelenlegi NER vagy Fidesz rendszerének a napjai. És azt viszont nem szeretném, hogy helyette egy rosszabb jöjjön. Ezért van a Mi Hazánk mozgalom. Mert ha nem lenne a Mi Hazánk mozgalom, akkor én most azt gondolom, hogy még a Fidesznél is rosszabb lenne. Volt egyszer egy olyan felmérés, amit olvastam, amely egyébként engem megdöbbentett, de ha belegondolunk, akkor maga a kérdésfeltevés a legszörnyűbb, hogyha csak úgy lehet választani, hogy az embereknek választani kell egy korrupt, de profinak gondolt rendszer, és egy tiszta, de amatőr másik rendszer között, akkor a korrupt profit választják hatalomnak. Ugye ez időtlen idők óta így van. A Fidesz ezt használja ki, Orbán Viktor személy szerint pedig a magyar néplélekben lakozó, főként Kelet-Európára, talán Közép-Európára is jellemző mentalitást, hogy nálunk kell egy vezető. Egyébként a pártoknál is megnézzük, ugye a három legerősebb párt ma Magyarországon, a Fidesz, a DK és a Mi Hazánk mozgalom, mind a háromnak van egy egyértelmű vezetője. Tehát ahogy az előbb nem tudtuk elmondani, mondjuk nem tudom, a Momentumnál, nem tudtuk elmondani a Jobbiknál, meg az LMP-nél, hogy hirtelen ki is a vezető, vagy a Párbeszédnél ki az elnök. Ezek a pártok ugye viszonylag népszerűtlenek jelenleg. Ez pedig azt is jelenti, hogy ha Orbán Viktorral bármi történik, bármi, kiszáll, nem tudom, megbetegszik bármi, akkor abban a pillanatban is vége az egész rendszernek. Tehát az a fajta, nem tudom, elkeseredettség, amire utalt, vagy apátia, vagy közöny, az azért nem szabad, hogy legyen, mert borzasztóan törékeny az a rendszer, amit ma NER-nek vagy Fidesznek szoktak mondani. Ez egy nagyon törékeny. Kívülről tűnik ilyen stabilnak, de nem az. És ez az egész bicskei történet most azt mutatta meg, hogy mennyire törékeny. Hát az, ami most ott a Karmelita Kolostorban volt, hát ne felejtsük el, napokig eltüntették Orbán Viktort, ilyen nagyon régen volt. Napokig. Tehát itt most borzasztóan megremegett az a rendszer. Borzasztóan megremegett. Csak még egyszer mondom, az a Mi Hazánk mozgalom felelőssége, hogy ne egy rosszabb váltsa le a Fideszt. Ez meg a mi felelősségünk. És ezért kell építeni ezt a mozgalmat itt Veszprémben, meg Veszprém vármegyében is. Tehát az a kérésem önöktől, hogy ne hagyják magára Kovacsis Zsoltot. Tehát álljanak be, ez nem egy olyan párt vagy mozgalom, ahol én 2018-ban az embereket itt nem tudom, ide hoztam, fizetést adok neki, hanem ez egy olyan mozgalom, hogy az van benne, aki csatlakozik hozzák, aki kellőképpen bátor és hajlandó áldozatot hozni és munkát végezni, azokból áll ez a mozgalom. És én ezért gondolom, hogy bármikor összeroppant ez a rendszer, és ami még szintén nagyon fontos volt a kérdéséből, hogy túl azon, hogy nagyon örülök annak, hogy most jöttek haza. Ez a legjobb hír volt nekem ma, eddig. Bárcsak minden magyar hazajönne. Az, hogy ne arra emlékezzenek a mai mondandómból, hogy milyen szörnyű a helyzet, vagy hogy mennyire reménytelen a helyzetünk, hanem arra emlékezzenek, hogy azt mondtam, hogy úgy alakul át jelenleg a világpolitika, hogy 1000 millió lehetősége van a magyaroknak arra, hogy ezt az országot egy tejjel, mézzel folyó Kánaánnál tegyük. Irgalmatlan nehéz, nagyon nehéz ügy, de látom a lehetőségeket. Csak át kell állítanunk az agyunkat erről a gazdaságpolitikai gondolkodásról, hogy csak úgy lehet Magyarországot fejleszteni, hogyha a globál nagy tőkét idehozzuk, mindenféle megkötés nélkül, mert azért, hogy idehozzák akár a kínai, akár a nyugati nagy tőkét, az eddigi kormányok, a Fidesz és az azt megelőző balliberális kormányok is minden egyes ilyen szerződést úgy kötöttek meg, hogy csak ők adtak a magyar adófizetők pénzéből. Tehát infrastruktúrát építettek 120 milliárdokért, adókedvezményeket adnak nekik, évekig nem fizetnek adót ezek a nagy multicégek, vendégmunkást hozhatnak, nem a magyarok bére fog emelkedni, hanem letörik a bangladesiek bérével. Tehát, hogy nem volt soha egy nemzetben gondolkodó gazdaságpolitika, ez a lényeg. De jelenleg annyi üzleti, gazdasági partnerünk lehetne, és annyi eladandó érték van Magyarországon,
a tudás, a munkánk, a szorgalmunk, az adottságaink, azért Magyarország egy jó helyen van, a Kárpát-medence egy nagyon jó hely. Még mindig az. És lehetne ezt az országot fejleszteni, de olyan szakemberekkel kéne körülvennie magát egy új kormányfőnek, akik ezeket az irányvonalakat ki tudják jelölni. És hogyha ilyen gazdaságpolitikában gondolkodunk, aminek az alapjait a Viradat programban lefektettünk, és ilyen Európában, mert mégis egy európai választás előtt is állunk, akkor sokkal könnyebb lesz utána önkormányzati szinten abban gondolkodni, hogy mit tudunk például vidékkel kezdeni. Hogy a vidéken hihetetlenül sok lehetőség lenne, őrült sok lehetőség lenne, mert nem foglalkozik a kormány. Rengeteg olyan adottság van vidéken, ebben a vármegyében is, amivel szintén nem foglalkoznak, és a vidéket az elmúlt évtizedekben folyamatosan leépítik. Tehát leszámítva egy-két olyan város, mint Sopron, ahol nőtt a lakosság, mindenhol fogyatkozunk. És a vidéki lakosság, minél kisebb településről beszélünk, annál inkább magára maradt. Most már ott tartunk, hogy a takarékszövetkezeteket bezárták, ott tartunk, hogy a postákat bezárják, holott ezek mégiscsak megtartó erőt jelentettek egy-egy faluban. Nem lesz készpénz. És hogyha nem lesz készpénz, persze, akkor ezekre nincsen szükség. És az a szörnyű, de majd szerintem én hétfőn megkérdezem erről a parlamentben az ország nyilvánosság előtt Orbán Viktor, az a szörnyű, hogy miközben persze nagyon szívesen fizetnének Fidesz vezetők készpénzzel, mert ugye ott aztán megvan, más okai vannak, mint amiről mi beszélünk. De nekem az a meglátásom, hogy azért nem tesz semmit a Fidesz, sőt tovább megyek, lesöpörte a Fidesz és a balliberális oldal, állandóan összeáll a nagy koalíció a Mi Hazánkos Beadványoknál. Tehát állandóan nagy koalícióban leszavaznak minket. Teszem hozzá, még az izraeli-palesztin háborús helyzetben is totális nagy koalíció van. Tehát ugyanazt képviseli a balliberális oldal, mint a Fidesz a Magyarországgyűlésben. Jottányit nem térnek el egymástól. És most lesöpörték, leszavazták azt a kezdeményezésünket, ami ugye alkotmányba emelni a készpénz használathoz való jogot. És ennek vajon mi lehet az oka, ha logikusan tudjuk azt, hogy a fideszeseknek, mármint nem a szavazókról beszélek soha, hanem a vezetőknek, meg a NER lovagokról, nekik nyilvánvalóan azért, legyünk őszinték, nekik jó az a készpénz. Tudjuk, hogy miért jó nekik a készpénz. Akkor miért söpörték le, miért szavazták le a Mi Hazánk beadványát? Én megmondom, hogy miért. Mert bevásárolták magukat a bankszektorba. Mert már ők is ott vannak. És azért ott mégiscsak nagyobb bevétel termelődik nekik. És az fontosabb nekik. És ezért, mivel ezek a bankok ugyanúgy minden globális rendszerre rákapcsolódnak, ezért a globális narratívát vagy agendát fogják követni. Ez ilyen egyszerű. És ez a baj jelenleg ebben az országban, hogy nincs tiszta magyar út, tehát sem a gazdaságpolitikánkban, sem a nemzetközi külpolitikánkban nem lehet látni egy ilyen magyar érdekeket képviselő, kizárólag a magyarokra fókuszáló harmadik utas politikát. Ezért marad, vagy nem marad, hanem ezért van a Mi Hazánk mozgalom, hogy legyen ilyen opció, ilyen alternatív, ilyen lehetőség. Azt kérdezném, hogy a Mi Hazánk kormány esetén Mészáros Lőrinc mire számítson? Hát ugyanarra, mint amire Leisztinger Tamás és a Vörös Bárók, tehát akár fideszesek, akár baloldali oligarchák, akik a magyar nép kárára gazdagodtak meg, elszámoltatásra, kíméletlen elszámoltatásra.